Ez az esemény most, itt van a Margit szigeten. Két hatalmas nagy platánfán, amit itt láttok mögöttem. 2012 óta körülbelül itt mászkálunk. Egész jól kitapasztaltuk már, hogy mit bírnak ezek a faágak. Nemrégiben volt egy nagy verseny, ami egészen hasonlít ezekre a mászásokra, lengésekre. Ez az egész egy ilyen nagy jam, egy ilyen nagy találkozó, és az lenne a lényege, hogy ezt a sportágat népszerűsítsük. Az igazság, hogy a Pepével ketten hoztuk össze a pályát. A Pepe építette az első pálya nagy részét, én egy-két dolgot hozzátettem, és a második pályát viszont én építettem, igazából közösen csináltuk. Ez egy nagyon-nagyon specifikus dolog, rengeteg sportágból lett összegyúrva. Tulajdonképpen a parkour, mászások, lengések, torna és mindenféle akrobatikus mozgás egybegyúrva. Az első pálya az relatív könnyebb, bár eléggé megoszlik ez a vélemény. Annak ellenére, hogy itt elég szikár fiatalemberek vannak, elég nehezükre esett. Nincs biztosítás, és azért egy 4-5 méterre föl kell menni. Sok esetben megijednek a magasságtól, tehát mentálisan kell nagyon itt lenni ezen a versenyen. Fizikailag egyébként nem annyira nehéz. Az, aki egy hasonló dolgot el szeretne kezdeni, mindenképpen javaslom, hogy kezdjen el nagyon sokat erősíteni, saját testsúlya, húzózkodás, tolózkodás, mászás, járjon el falmászó terembe, járjon el olyan terembe, ahol parkourt lehet tanulni alapfokon. Senki ne csináljon olyan dolgot, ami veszélyes. Mindenképpen legyen meg egy nagyon-nagyon erős alap, és aki érzi azt, hogy biztonságosan tudja fejleszteni magát, az elkezdhet már magasabb szintű dolgokat csinálni, egy kicsit veszélyesebb dolgokat. Húsz éve szertornázok, 12 éve parkúrozok, nekem van nagyon komoly cirkuszi akrobata múltam is, és én már szinte mindent kipróbáltam, és én mindegy, hogy ki hány kiló, ki hány éves, férfi vagy nő, teljesen mindegy, mindenki egyformán tudja csinálni ezt a sportot. Nyilván van, aki gyorsabban fejlődik, de én azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, mert tulajdonképpen ez egy olyan mozgásforma, ami előhozza az emberből a gyereket. Budapesten, Magyarországon egyre több olyan ember van, aki ezt a mozgásformát kezdi el fejleszteni, tanulni és továbbadni. Szóval mindenképp érdemes utána nézni, hogy ki az, aki ezt tanítja, ki az, akinek van saját terme, és megkeresni, és így kezdeni el az alapokat.